Az megvan még nektek, hogy régen milyen is volt az, amikor egy játékost bemutattak egy új csapatnál? Akkor meg nem az számított, hogy hány követőd van, ki szponzorál, vagy milyen autót hozott. Hanem igenis az, hogy mennyire is ügyesen bánsz a labdával. Ebben a videóban bemutattunk nektek 10 olyan trükköt, amit hogyha az EB idejére megtanultok, akkor a következő átigazolási időszakban, ha titeket fog bemutatni a Barcelona, akkor nem fogtok úgy felsülni, mint Dembélé vagy Hernández, hanem akkor a királyok lesztek, mint Lewandowski, Neymar vagy éppen Ronaldinho. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy felgyorsult világban élünk, így minden trükkre egy perc áll majd rendelkezésünkre, hogy elmagyarázzuk számotokra. Minden valamire való játékos bemutató egy király labdafelvétellel kezdődik, most mindhárman mutatunk nektek egyet-egyet. Az én labdafelvételem lesz most a legkönnyebb, klasszikus Ronaldinho Isco, egyik lábadat lerakod a labda mellé, a másiknak a köröm részét itt a külsét rárakod a labdának a közepére, és a belsődre rágördíted a labdát és felhúzod a magasba. Ha igazán focistás labdafelvételt akartok csinálni, akkor az egyik lábatokat rárakjátok előtte, elhúzzátok a labdát előre, és úgy húzzátok fel a labdát a magasba. Az én labdafelvételem egy igazi klasszikus, itt a legfontosabb a megfelelő helyezkedés, és hogy a támaszkodó lábad bokáját egy kicsit kifele fordítsd, így a belsődről fog felfele pattani a labda, és nem fogod a saját testedbe rúgni azt. Ez a labdafelvétel 4 lépésből áll, az első az, hogy a két lábad közé erősen beszorítod a labdát. A második, hogy a gyengébbik lábaddal kilépsz oldalra. A harmadik, hogy az erősebbik lábaddal a gyengébbiknek szorítva felhúzod a labdát. A negyedik, hogy az erősebbik lábaddal a támaszkodó gyengébbikre rápattintod a labdát. Játékos bemutatásnál, labdafelvétel után indul a dekázás, és jön az első trükk, hát mi más lenne, mint a világkör, amiről már nektek eddig 2 videót is csináltunk, de nem elégszetek meg ezekkel, legyen egy harmadik is, ahol új tippeket mondunk el hozzá, de a világkör alapja, hogy meg tud csinálni az, hogy gyakoroljál. Ha nem mész ki gyakorolni, akkor nem fog sikerülni, és hiába vannak nagyon jó tippjeink, akkor sem tudjuk helyetted ezt megcsinálni. Tehát, világkör, mit kell hozzá tudni? Hát azt, hogy hogy kell megkerülni a labdát. De még a barátom is meg tudta ezt csinálni, méghozzá 1 órán belül, és a titok a következő. Fogd meg a kezedbe a labdát, dobd fel a levegőbe, és próbáld meg megkerülni. Meg kell érteni a világkört. Feldobom, megkerülöm. Látod, milyen gyorsnak kell lenni a kezemnek, hogy ez sikerüljön? Míg, hogyha pörgetem a labdát, akkor szépen lassan kell csinálnom, ahhoz képest, hogyha csak feldobom a levegőbe és áll a labda. Nézzük ugyanezt lábbal. Tehát mindenki úgy kezdi, hogy focistás dekázás, egylábas, lerakom a lábfejemet magasra, megpróbálom megkerülni a labdát a levegőbe, és érdekes módon nem fog sikerülni, kivéve, hogyha freestyle focista vagy. Az a lényeg, hogy a labdát meg kell tudni hozzá pörgetni, tehát érdemes egy lábbal piciket dekázni, és úgy meghúzni a labdát, hogy ez pörögjön. De ezt hogy lehet elérni? És itt jön a titok. Most kell igazán figyelni, mert utoljára fogom elmondani ezt egy videóban. Rárakod a labdát a lábfejedre, két ujjal megtámasztod, hogyha esetleg legurulna róla, és igazából térdel megpróbálod magadat arcon rugni, természetesen ügyelve arra, hogy ne találd el az arcodat. És azáltal, ahogy húzod fel a lábadat a fejed irányába, így meg fogod pörgetni a labdát, és könnyedén meg tudod kerülni a labdát a levegőben. Második trükkünk a HTV lesz. Szerintem ez egy nagyon alulértékelt trükk, mert egyáltalán nem nehezebb, mint a világkör. 2 fontos dolog kell hozzá. Először is fontos, hogy az erősebb lábatok lábfején most is meg tudjátok tartani a labdát, ez a kiinduló pozíciónk. Második lépésként a labdát térdmagasságig fel kell dobnotok, és ezzel párhuzamosan a gyengébb lábatokkal befele megkerülitek azt, és gyorsan aláértek. Akinek még nem menne a lábfejen megtartás, az csinálhatja ezt a trükköt labdafelvételből is. A lényeg ugyanaz, amint felkaptátok a labdát, de hát gyorsan befele megkerüljétek azt gyengébb lábbal. A következő trükkünket már biztos sok focistától láttátok, ez nem más, mint a two-bounce, egy nagyon egyszerű trükk, 2 tanácsom lesz hozzá. Jó, hogyha a labdát magatok felé pörgetitek egy picit, illetve az ütem, ami nagyon pontos, a támaszkodó lábatokat akkor emeljétek meg egy kicsit, amikor a labda hozzáér. És egy kis könnyítés, hogyha nehéznek érzitek, ezt is meg tudjátok csinálni labdafelvételből. Következő trükkünk, ha már Willum bemutatta egyik irányból, akkor én bemutatom másikból, klasszikus Ronaldinho megint, reverse toe bounce. Ez a trükk igazából arról szól, hogy felrugod a labdát a levegőbe, ilyen kb. Közép magasra, maximum a mellkasodig, keresztbe lépsz egyet, általában az erősebb lábaddal, hagyod, hogy rápattanjon a labda, és közben pedig kifele kerülsz egyet a gyengébbik lábaddal. Az én meglátásom az, hogy rengeteg változata van ennek a trükknek, lehet csinálni éppenséget teljesen értékben máshogy, de ez a legismertebb, hogy egy ilyen keresztlépést csinálsz és áthúzod a lábadat fölötte. Ami amúgy hozzáteszem, nagyon nem egyszerű és sok gyakorlást igényel, főleg az, hogy amikor felrugod a labdát, akkor próbáld meg oda, ahova majd ténylegesen lépni fogsz. Tehát ez a kulcsa ennek a mozdulatnak. Az utolsó dekából indított trükkünk az aircross lesz, ami a jól ismert crossovernek egy sokkal könnyebb változata. Az aircross nevezetű trükköt azért tartjuk könnyebbnek a hagyományos crossovernél, mert a félvilágkör kezdés miatt a tested egy olyan pozícióba kerül, hogy a crossovert anélkül megcsinálod,
hogy ezt valóban megtanultad volna. De hogyha igazán el szeretnétek kápráztatni a közönséget, akkor csináljátok ezt. Felsőtestes trükkök, klasszikus nyakon tartás, ami igazából nem is nyakon tartás, hanem hát lapocka tartás, nem tudnám máshogy hívni. Két kézben a labda, megfogod, ide teszed a nyakadhoz, lehajolsz, nézel a kamerára otthon, és igazából kitárod a kezédet, hogyha pici vagy, és kialakul egy ilyen lyuk a nyakad mögött, és ebbe áll meg a labda, és most játszunk Nabillal egy játékot, hogy meg tudod azt csinálni, amit én. Mert sokszor elcseszi a fellépéseket ezt a trükköt. Lipivel nem értünk teljesen egyet abban, hogy ez a trükk hogy is néz ki. Szerintem ezt a trükköt úgy is meg lehet csinálni, hogy itt szépen a két kezedet a combodon tartod, de Lipi szerint ez nem elég stabil, szóval vállalom ezt a játékot, nézzük, hogy valóban nem elég stabil. Jó, tesó, tehát fogjuk, berakjuk nyakba a labdát, okay. És egyszerre feldobjuk vissza, és az a csíra, akinek először kiesik. Ha így szeretnél veszíteni, akkor legyen így. És nem hibázok, nem hibázok. Ugye, ebben. 3, 2, 1. Húha! Mi van, beszartál? Várj, én már kettőnél járok, csak úgy mondom. De egyszerre, tesó, várj meg a másik. Jó, nem legyen. Na? Oké? Húha! Jó ellenfél! Oké? Jó, emeljük a tétet. Átdobjuk egymásnak egyszerre, és át kell venni. Nem legyen. 3, 2... Szarul dobta! De tesó, a fellépésed is ez van, egymásnak dobáljuk! Ez egy döntetlen bizony. Azért nem gondoltad, hogy ennyire helytállok. Amúgy jó voltál. Következő trükkünk a labda fejen való megtartása. Ezt gyakorlatilag minden focistától láthattátok. Annyira tippem nincs hozzá, ez tényleg annyira egyszerű. Kimész és gyakorlod addig, ameddig nem megy. Ez egy könnyítés, hogyha az orrodon támasztod meg a labdát, nyilván minél nagyobb az orrod, annál jobb, akkor ez egy plusz támaszt fog neki adni, és így könnyebb lesz a trükk elvégzése. Úgyhogy ez tényleg nincs csak tanácsom, felrakod, és egyensúlyozod a labdát, ameddig csak tudod. Következő trükkünk a mellkason megtartás, angolosan chest-tól. Ezt nagyon sok játékostól láthatátok, Ibrahimovic, Lewandowski, vagy futszálosok éppen Falcaótól. Erről a trükkről van tulajdonképpen szó, szépen mellkason megtartjuk, és a kezünkkel egy picit segítünk, nem érünk hozzá, de a szöget megadjuk neki, hogy ott tudjon maradni a labda. Ha még sose próbáltátok ezt a trükköt, akkor pár fontos tanács. Először is helyezzétek a labdát oda, ahol tartani fogjátok majd. Ha jobbkezesek vagytok, akkor a jobb oldalra, nézzétek meg, hogy ott marad-e, és ezt a szöget memorizáljátok. Feldobáshoz pedig két nagyon jó tippem van nektek. Első és legfontosabb, a labdát ne engedjétek el egyből a földtől, jó hosszan húzzátok föl, és elég derék magasságban elengedni, vagy ameddig a hajlékonyságotok engedi azt. Másik tippem pedig, hogy amikor feldobjátok a labdát, akkor az ívét próbáljátok meg lekövetni, azzal együtt lemenni derékból, így tudjátok majd megfelelően kontrollálni a labdát. Biztos láttátok, hogy Ibrahimovics milyen mélyre le tud ezzel menni, na én erre most megpróbálok rákontrázni, elindítjuk ebből a pozícióból, eddig egyenlő. Ó, itt vagyunk, hogyan föl? Ez harc, bassz meg. Fáj mindenem, de sikerült. 9. trükk. Sokszor azt veted észre a játékos prezentációk során, hogy hibáznak. Méghozzá azért, mert gurul a labda a földön, nehéz dolgokat próbálnak, viszont én mutatok nektek egy olyat, ami extra néz ki bármikor, és nem tudjátok elrontani, még akkor sem, hogyha vízes a fű. Ez a slap baromi egyszerű, és nem kell hozzá semmilyen profi focista tudás, sem freestyler sem. Két boka közé beszorítjátok a labdát, egyik lábatokkal a másik mögé szorítva elviszitek azt, és felrántjátok. Ennek van még két változata, az egyik nagyon egyszerű, arról van szó, hogy egyik lábbal átlépsz keresztbe, másikkal hozzászorítod és felhúzod, tehát igazából ugyanaz történik, mint amit előbb elmondtam, csak kihagyjuk azt, hogy a két boka között van a labda, illetve az utolsó, hát a klasszikus freestyler féle, ahogy mondtam, ha vízes a fű, így lehet nagyon könnyen elrontani, ez az, hogy felrúgjuk, bazd meg. A videó végére hoztunk nektek még két olyan trükköt, ami igazán nehéz, ezt már focisták nem szokták, és nem is kell tudniuk ahhoz, hogy jónak számítsanak, viszont ti megtanulhatjátok, mert ezzel aztán bárkit el tudtok kápráztatni. Az első egy dupla világkör, hátat vén évre hallgat. Ha tudod már a világkört kifele, és tudod a HTV-t, amit korábban megtanulhattál velünk, akkor ha ezt a kettőt összekombinálod, akkor láthatjátok a hátat vén trükköt, pont így, mint Milu, vagy mint Neymar. Második igazán látványos trükkünkhöz pedig három összetevőre lesz szükségünk, egy toe bounce-ra, amit ma már megtanulhattatok, egy sarkazásra, gyönyörű is végül a HTV, ami szintén ma már tanult trükk. Focisták általában sima toe bounce sarkazást szokták megcsinálni, ezt Milu most mutatja. De mi freestylerek erre mindig rápakolunk egy lapáttal, így születik meg a New Shit nevű trükk, az igen, Milu.
Na ezt csináljátok meg bemutatón, ezzel le lehet nyűgözni mindenkit. És hogyha már itt tartunk, írjátok meg kommentbe, hogy milyen youtubereket vagy tiktokereket néznétek szívesen a csatornán, akik megpróbálják megtanulni ezeket a trükköket, és a legtöbb lájkot kapót lehet, hogy elhívjuk a csatornára. Na csumi! No.